Köszöntöm Önöket a képernyők előtt a Barcsi Krónika friss kiadásában. Elérhetőségeinken továbbra is várjuk észrevételeiket és javaslataikat, témaötleteiket is. Mondom is, SMS számunk 7639-1027-es, itt hívhatják is kollégáinkat, de írhatnak nekünk elektronikus levelet is az infokukac@barcsmedia.hu elektronikus levélcímre. Kezdésként nézzük a főbb témákat röviden. Sok háztartásba került az önkormányzat szociális tüzelőjéből a rendkívüli hidegben, a városházán lehet igényelni a krízisfából a bajba jutottaknak. 130 elfagyás néhány nap alatt. Alaposan megdolgoztatta a vízszolgáltató szakembereit is a rendkívüli hideg, és a sornak még nincs vége. Mit tegyünk, ha vékony jégre lépünk? A jégről mentést gyakorolták a barcsi tűzoltók, sajnos nem ok nélkül. Gazdálkodás, fejlesztések és az idei tervek az elmúlt esztendő tükrében Karvalics Ottó polgármestert kérdeztük. Kit érint az élelmiszerek és a vendéglátás áfájának csökkentése, no és mire figyeljünk? Az adószakértő válaszol. Megvan az új edző, lendületet vehet a barcsi kézilabda. A tervekről kérdeztük a trénert és a klubvezetést. 35 év felett is sokakat megmozgat a foci, az ezüst ősz idei győztese is jól taktikázott. Minden évben gyűjti a fakivágások idején a krízisfát a Városgazdálkodási Igazgatóság. Az idei évben 100 erdei köbméter tüzelővel tudják segíteni a rászorulókat. Első körben tudtuk meg Ungvári Zoltán igazgatótól. A szociális célra fenntartott készletből egyébként az önkormányzatnál lehet igényelni. A lista naponta frissül, akik jogosultságot szereznek, azok 4000 forint befizetés ellenében szállítással együtt egy erdei méter fát kaphatnak. Ropog a tűz Karányos Imréjéknél, igaz, napközben csupán egy helységben, mert kevés a fa. A többi szobában jobbára csak este egyszer raknak tüzet, vagy hideg szobában alszanak a fiatalok. A kemény, fagyos idő beköszöntével azonban ők is igényeltek szociális tűzifát, melyet Bacson január 9-én kezdtek kiszállítani. Az önkormányzati igénylést és elbírálást követően a Városgazdálkodási Igazgatóság szállította a házhoz az egy-egy köbméter tűzifát. A krízisfát azt minden éven begyűjtjük a téli fakivágások idején, meg a tavaszi fakivágások idején. 100 köbmétert, erdei köbmétert halmozunk föl itt a telephelyen, és amikor eldördül a rajtpisztoly és megkapjuk a listát, akkor elkezdjük kiszállítani. A start közmunkaprogramban szereplő földúttisztítás során, vagy az árok tisztításnál kitermelt nyárfa, fűzfa, egy-két keményfa is található a szociális tűzifában, illetve a város közterein kivágott nyárfák ágai is ide kerülnek. Július végére gyűlt körülbelül össze így a betermelt 100 köbméter fa, a felhasogatott törzsekkel pedig a melegházakat fűtik. A házakhoz méterfát visznek, a tulajdonosok úgy vágatják fel, ahogy akarják, illetve ahogy tudják. Aki pedig nem tudja megoldani ezt, az segítséget kérhet. A feldarabolásban és behordásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítkezik. Ugye a Roma Nemzetiségi Önkormányzat abban segít, hogy ahova kiszállították és igénylik az ott lakók, akkor kimegyünk és összevágjuk nekik. Segítünk a behordásba, hasításba, de ugye mi ezt egész télen csináltuk, tehát szocfától függetlenül. Mindez egy közmunkaprogramnak köszönhető, mint az előző években, úgy most is szerepel az egyik programban az idős egyedül élők segítése, illetve akik az üzemanyag árát megtérítik vagy biztosítják, azok kérhetik a fizikai segítséget. Egy 10 fővel tudunk kimenni a rászorulókhoz, ott attól függ ugye, hogy mik az igények, ugye a vágás az mindenképpen. Erre van ugye egy stílfűrészünk, és utána esetleg a hasogatás és a behordás. Idősek szokták egyébként igényelni azt, hogy utána hasogassuk és hordjuk be. Az ellátás Bacs közigazgatási területét érinti, így vittek fát Drávaszentesre, Somogytarnócára, illetve Bacs egyik végétől a másikig. Az első 4 napon valamennyi igénylő megkapta a fát, ez körülbelül 75 köbméter.
Ez úgy szokott lenni, hogy amikor elkezdik osztani, hát most erre a nagy hidegre való tekintettel indult el a dolog, akkor nekünk azt mi hamarabb kell, mert akik megkapják az igénylést, azok úgy vannak vele, hogy jó, befizetik az egyszeri 4000 forintot, de akkor már azonnal kell nekik a fa, tehát hidegbe azért mindenki úgy van vele, hogy minél hamarabb vigyük ki. No, és a feldolgozás is azonnal kell. Ebben a három napban, mióta ugye elkezdték a szociális tűzifa kiosztását, kifejezetten sok helyen voltunk, körülbelül olyan 20 helyen ez idáig, és még körülbelül ennyien kérték a segítséget. De ha azt nézem, hogy ugye október közepétől elkezdtük mi ugyanúgy segíteni a favágást, illetve ezzel összefüggő munkákat, az körülbelül már olyan 70-80 alkalom. Akár csak a kiszállítást, a segítségnyújtást is kérheti minden rászoruló, vagyis nem csak a romákhoz vagy a telepen élőkhöz, hanem bárkihez elmennek a közmunkások. Sőt, van, hogy azonnali segítséget nyújtanak. Legutóbb egy hete egy hölgy szólt, hogy bajba került. A hölgy elmondta, hogy nincsen fája, akkor vittünk neki arra napra elegendő tűzifát, azt össze is vágtuk, behordtuk. Tájékoztatást kapott a hölgy arról, hogy a szociális fát igényelje, megigényelte családsegítőkkel is, felvettük ugye a kapcsolatot hétfőn, másnap, és neki soron kívül ki lett szállítva a szociális tűzifa. A kollégáim kimentek, összevágták neki, be lett hordva, úgyhogy ott is megoldódott a probléma. A segítségnyújtást azonban sokan teljesen természetesnek veszik, mintha ez kötelező lenne. Szinte elvárják. Azonban a többség megköszöni és nagyon hálás érte. Sok esetben az ellátással, vagyis más juttatások esetén is ez a helyzet. Ettől függetlenül figyelni kell az egyedül élőkre, azokra, akiknél nem füstölög a kémény, ahol nem látni mozgást a ház körül, nehogy a hideg tragédiával párosuljon. A Szegedi Tibor közösségi ház is ilyenkor melegedőként is használható. Igazából ugye egyszer merült föl az a lehetőség, hogy lesz egy személy, aki egyedül él, és esetleg ide be kell, hogy jöjjön egy napra a közösségi házba, de hála Istennek meg tudtuk oldani, hogy a szocfát azt soron kívül kivittük neki, és össze lett vágva, be lett hordva, tehát a fűtése megoldódott, úgyhogy igazából nem, de mi továbbra is fönntartjuk, itt ugye a közösségi házban mindig megy a fűtés, és hogyha esetleg valaki önhibáján kívül olyan helyzetbe kerülne, hogy otthon nincs megoldva a fűtés, akkor ide bármikor bejöhet. El tudjuk szállásolni ideiglenesen. Megnyílt a Barcsi városi melegedő is, a Klapka utca végén található önkormányzat ingatlan egyik lakása éjjel-nappal várja a fedél nélküli vagy tüzelő hiányában rászoruló embereket. Jelentősen megszaporodtak a hideg idő miatti hiba bejelentések a vízszolgáltatónál, mondta szerkesztőségünknek a DRV ZRT Barcsi üzemvezetőségének vezetője Sinkovics Ádám. A szakember elmondta, sajnos nem csak vízhiányról és jégdugóról van szó, sok esetben vízmérő elfagyás történt, amelynek komoly hátulütője az, hogy cserére van szükség, és ennek a díja a felhasználókat terheli. Sinkovics Ádám hozzátette, ezt nem a szolgáltató határozta meg, a vízi közműtörvény rendelkezik így. A hideg idő következtében nagyon sok elfagyásos hiba keletkezett a DRV Barcsi üzemvezetőségének területén. Az elmúlt két hétben 130 alkalommal riasztották a szakembereket. A legtöbb esetben a vízóra aknában lévő berendezések károsodtak meg, a szerelvényeket jobb esetben csak ki kellett olvasztani, rosszabb esetben cserére is szükség volt a szolgáltatás folytatásához. Nagyságrendileg a 20%-a volt az az eseteknek, ahol csak jégdugó keletkezett. A nagy többség, a 80%-a az mérő elfagyással is járt, tehát sajnos ez a jellemző probléma. A kollégák a szervizautóval kivonulva felderítik azt, hogy mi a hibának a valódi oka. Hogyha ezt a szerelvénynek a meghibásodása okozza, akkor azt azonnal ott a helyszínen cserélik, és a megfelelő dokumentációval jegyzőkönyvezik. Ebben az esetben a javításnak és a hibaállításnak a költségei azok a felhasználót terhelik. Ez egy jogszabályi előírás, és ez egy elég komoly anyagi terhet tud róni a családokra, hogyha ebben a formában kerül megvalósításra. Vagy pedig, hogyha egyéb jégdugó keletkezett a rendszerben, akkor ezt a kollégák megpróbálták kiolvasztani.
Az óracsere például 37 ezer forintos költséget jelent minimum egy szabványcső és óra esetén, és ekkor még nem beszéltünk az elfolyt vízmennyiség költségvonzatáról. Sajnos sok esetben például nem lakott ingatlan esetén csak akkor derül fény a vízfolyásra, amikor már az aknatető alól folyik ki a víz. Jellemzően a fogyasztók jelzik, hogyha valahol vízfolyás van, kis településeken, nagy településeken egyaránt, hogyha lakott az ingatlan, akkor a tulajdonos, ha nem lakott, akkor adott esetben szomszéd is ezt észreveheti. Hogyha olyan mértékű a víz elfolyás, akkor ez már kifolyhat a járdára, a utcára, ott viszonylag könnyű ezt a problémát észrevenni. Viszont ez egy nagyon komoly költséget generál, mivel az elfogyott víznek a díját is az elfagyott mérőnek a tulajdonosával kell megfizettetni. Mindez azonban megelőzhető lenne. Erre a DRV is minden évben felhívja a fogyasztók figyelmét. A fagy sajnos nem válogat, ez lakott területen belül, lakott területen kívül, lakott ingatlanoknál és nem lakott ingatlanoknál is előfordult. A tapasztalat azt mutatja, hogy abban az esetben, hogyha megpróbálnak a fagy ellen védekezni, szigetelik a mérő aknáját, szigetelik magát a mérőt, a vezetéket és a fedlapot is, akkor ezek a mérő elfagyások, ezek kiküszöbölhetőek a megfelelő odafigyeléssel. Ha azonban ez elmarad és megtörtént az elfagyás, akkor viszont a fogyasztó azonnali segítségnyújtást vár el, és azonnali hibaelhárítást. A tapasztalata az, hogy a megnövekedett bejelentés számok miatt megpróbáltunk a rendelkezésünkre álló kapacitásból minden erőforrást ide átcsoportosítani. Volt olyan nap, amikor 44 darab fagyott mérőt kellett cserélni a kollégáknak, tehát itt meglehetősen lelassulhat a mi ügyintézésünk és munkamenetünk is. Tehát ebben az esetben 4 csapat végezte gyakorlatilag egész nap a mérőknek a cseréjét a szolgáltatási területen. A Balcsi Centrummal működő üzemvezetőség munkatársainak 26 településre kell eljutniuk, gyakorlatilag egy 40 kilométer sugarú körben minden település ide tartozik. Így lehet, hogy 40 kilométert kell autózni egy hiba elhárításért, próbálják egy nagyon szervezett logisztikával ezt egyszerűsíteni, a kint lévő kollégákat tovább küldeni, de akárhogy is nézzük, ez nem megy azonnal. Néhány óra, vagy akár fél nap is lehet a várakozási idő. No és akkor még ott van maga a hiba bejelentés is, ami újabb időveszteséget jelenthet, hisz a megnövekedett hívások miatt van, hogy minden diszpécser foglalt. Van egy központi hiba bejelentő számunk, ez a 0640-240-240, és azon belül az egyes menüpont. Itt a hiba bejelentő diszpécser kollega veszi föl az adatokat a felhasználóktól. Hogyha a gépi hang azt mondja, hogy nem elérhető a diszpécser kollega, mert minden kollégánk foglalt, akkor a rendszer föl fog ajánlani egy automatikus visszahívást, és amint kollégánk felszabadul, akkor vissza fogja hívni a bejelentőt. A DRV épp ezért türelmet kér a fogyasztóktól, az elfagyások okozta meghibásodások megelőzése véget pedig óvintézkedéseket. Elsősorban, amit a lakosság tenni tud, az mindenképpen az odafigyelés és a megelőzés, ami a legkifizetődőbb, leggazdaságosabb megoldás. Itt azt kérjük a felhasználóktól, hogy még a hideg idő és a tél beállta előtt mindenki ellenőrizze a vízmérőaknáját, szigetelje körbe azt a vízmérőaknát olyan szigetelőanyaggal, ami nem víztartó, például hungarocellel. Az aknának a falait és a fedlapot mindenképpen érdemes szigetelni, és nagyon fontos a fedlapnak a résmentes zárásának a biztosítása is. Enyhülés ide vagy oda, sajnos nem dőlhetünk hátra. A tapasztalatok szerint további elfagyások várhatók, épp ezért, aki még nem végezte el az aknák és a szerevények szigetelését, haladéktalanul tegye meg. Jégrőlmentési gyakorlatot tartottak a Barcshoz közeli 9-es tónál. Az itt nyilatkozó Bázelné Mihályka Szabina tanácsokkal is szolgált a bajba jutottaknak. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője elmondta, az első és a legfontosabb, ne essünk pánikba, hogyha beszakad a jég alattunk. Több somogyi mentés is igazolja, hogy sokan nem félnek a vékony jégre menni, pedig a dolog nem éppen veszélytelen, az idei évben már halálos áldozatot is szedtek a befagyott tavak, és Somogyban is több helyen kellett tűzoltói segítséget hívni. Barcson ezért is gyakorolták a jégről mentést a tűzoltók.
Elmondható az, hogy az elmúlt években egy-egy eset fordul csak elő a megye területén, főként az pedig a Balatonon, de attól függetlenül még a barcsi kollégáknak is gyakorolniuk kell azt a mozdulatsort, illetve gyakorolják minden évben egyébként, amint befagynak a tavak, hogy hogyan is tudnák lementeni a jég felszínéről, vagy éppen a légbe szakadt személy mentését, létrák, illetve mentőkötelek segítségével és különböző eszközök segítségével. Tény, a bajt legjobb még mindig megelőzni, hiszen mi magunk is tehetünk az ellen, hogy nehogy úgy járjunk, mint a Barcsi elképzelt szituáció hőse. A szóvivő szerint a legnagyobb baj abból lehet, ha pánikba esünk. Az első, hogy próbáljunk meg a félelmen, az ijegységen, a pánikon felül emelkedni, és minél nagyobb testfelülettel a jégre feküdni. Hogyha folyamatosan beszakad egyébként az előtte lévő jégfelület, akkor addig próbálja magát előre küzdetni, amíg fel nem tud feküdni erre a jégfelületre, és aztán minél nagyobb hangerővel próbáljon segítséget kérni. Sok esetben viccesnek tűnik, amikor azt mondjuk, hogy mindig feltöltött mobiltelefonnal menjenek akár sport is a jégre, hiszen a tavalyi jégbeszakadás is azt bizonyítja, hogy jó szolgálatot tehet egy mobiltelefon. Persze nem a nadrág far zsebében, hiszen hogyha elesünk, akkor az össze is törhet, hanem mondjuk a kabát felső zsebében, hiszen tavaly is a bajba jutott, a telefonjával tudott segítséget kérni, ugyanis olyan távol merészkedett a parttól, hogy senki nem hallotta meg a jaj veszékelését, a segély kiáltását. Barcson egy olyan gyakorlattal készültek a tűzoltók, amelynek során a jégen megsérült embert kellett menteni. Egy korcsolyázó elesik a jégen, eszméletét veszti, egy arra járó észreveszi, és azonnal kéri a tűzoltók segítségét, akik a helyszínre sietnek, és létrák, valamint mentőkötelek összekapcsolásával lementik a jég felszínéről a sérültet. Somogyban az idei szezonban is több jégbeszakadt sportolót kellett hasonló eszközökkel kimenteni. A Balatonnál tartott gyakorlaton egy hokiütővel tartották felszínen az egyik légbeszakadt korcsolyázót, míg megérkezett a segítség. De a magyar tengernél sajnos a valóságban több embert is menteni kellett már. Kaposvár mellett a Desedán is beszakadt a jég az egyik korcsolyázó alatt, ott is segítségre volt szükség. Jó tudni, hogy a barcsi lánglovagok is jönnek értünk a bajban, akár tűz van, akár jég. Merre tovább, Barcs, miként alakulnak a mutatók, és miben reménykedhet a város 2017-ben? Karvalics Ottó polgármestert köszöntöm a Barcsi Krónikában. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Ugye az elmúlt héten még bokros teendők voltak, hiszen pályázatok voltak elbírálás, szerződés, kötés alatt. Ez most hogy alakul? Akkor kezdjük ezzel a témával talán, hiszen ez most már egy beindult folyamat. Természetesen dolgozik a testület, dolgozunk azon, hogy azok a pályázatok, amiket előkészítettünk, beadtunk, azok lehetőleg meg is valósuljanak belátható időn belül. Ez annyit jelent, hogy ebbe az évbe, következő évbe. Én úgy gondolom, hogy ami örömhírünk van, ugye az a szennyvíztelepnek a felújítása, bővítése, a szennyvítiszap tárolására való lehetőség, a szippantott szennyvíznek a befogadása, ez mindben van ebben a pályázatban, sőt, ezen kívül még oda egy útépítés, amelyik elbírja azt a szippantó autót, amelyik oda ki fogja hordani a szennyvizet. Ugye erre a szerződés alá lett írva, ez 719 millió 998 forint, amelyik tulajdonképpen ezzel a szerződés aláírással megindult. Tehát megvan a fővállalkozó, gondolom lassan meg lesznek az alvállalkozók, megvan a program, ennek az egésznek a műszaki ellenőrzését a DRV csinálja, mivel ő lesz az üzemeltető. De azt kérjük tőlük, hogy a lehető legjobb minőségben, későbbi üzemeltetésnél a legkevesebb gondot jelentő pályázat valósuljon meg ebből. A kérdés, hogy ez csak a lakosságot érinti, vagy pedig lehetőséget ad arra is, hogyha netán vállalkozások települnek ide, akkor legyen kapacitás az ő kiszolgálásukra? De természetesen gondoltunk arra, hogy nem csak a mostani igényeket tudja kiszolgálni ez a telep már, hanem egy későbbi, akár vállalkozásokkal, akár a település bővülésével esetleg fellépő igényeket is ki tudja szolgálni. Ezért egy kicsit
a jövőbe gondolkodva, kicsit túl lett tervezve, egy kicsit nagyobb, egy kicsit a fejlődés nem gátoló, hanem segítő beruházás lesz ez. Ez ugye egy a sok közül, és amikor legutóbb beszélgettünk itt a Barcsi pályázatokról, akkor nagyon-nagyon sok minden szóba került. Akkor még az úgynevezett topos és minden egyéb pályázat kvázi előkészítés vagy beadás határán állt. Most hogy áll ez a történet? Vannak-e már elbírált pályázatok a szennyvíztelepen kívül, vagy olyan, ami esetleg vár arra, hogy elbírálásra kerüljön? Van egy rossz hírem, van egy elbírált pályázatunk, amelyik nem nyert. Ez a Csillag étteremtől az út építése. Ez forráshiány miatt nem nyert, de úgy tudjuk, hogy az idén újból kiveszírva és újból pályázunk rá, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mert a cél az, hogy ez is és vele együtt ott a kerékpár után a biciklis közlekedés is javuljon. Tehát erre nem nyertünk, ez egy rossz hír, ugye, aminek nem túlzottan örülünk. A kerékpáros közlekedési pályázat az ennél külön volt, még a kerékpárút pályázat? Igen, az teljesen külön van. Teljesen külön van. Ehhez pillanatnyilag ennek nem sok köze van, ugye. Van egy olyan pályázat, amelyik egy 20 milliós, amelyik ugyancsak EOPUS, és felfüggesztették. Ez nincs elutasítva, nincs szakmai bírálat alatt, ez valószínű, hogy még ezután fogják bírálni és megnyerjük. Ez a két pályázat az, amelyik tulajdonképpen vagy elutasítása, vagy felfüggesztésre került, a többi az mindben van, és befogadták. Ugye van egy nagyon kicsi, egy 250 ezer forintos pályázat, amelyik a szociális központhoz kapcsolódott, ezt meg is valósítottuk, tehát december 21-én tulajdonképpen befejeztük. Ugye a legtöbb, amelyik pályázatot beadtunk, az mind, hogy mondjam, topos pályázat, tehát megyei keretből való pályáztatás. Itt amelyik támogatást nyert, az a szociális városrehabilitációja az északnyugati városrészben, ez a szoftos, tehát a képzési része, ez tulajdonképpen támogatásban részesült 101 millió forinttal, és ez a megvalósítás útjára lépett, tehát folyik a megvalósítása. Ez mit tartalmaz egyébként, ez mire lesz jó ez a pályázat, hiszen azért szociális ügyekről majd még beszélünk itt a következő percekben is. Igen, talán arról, hogy erről a szociális városrehabról, akár az északnyugati városrészben, akár a Klapka utcában beszélünk, ez mind a kettő két-két, tehát gyakorlatilag négy pályázat. Az első, ami most részesült támogatásba, ez a képzési rész. Ez annyit jelent, hogy az életfeltételek, az ott élő emberek tanítása, foglalkozás velük, az életkörülményeiknek elméleti javítása, hozzászoktatni őket, hogy milyen lehetőségeik vannak, képzések vannak bent, oktatások vannak bent. Tehát sok minden olyan dolog, amelyik az ő lehetőségeket kinyitja, hogy úgy mondjam, kinyitja azt a kaput, amelyiken ők könnyebben tudnak elhelyezkedni, és könnyebben tudnak az életbe elboldogulni. Akár a legegyszerűbbet mondom, amit ma még mindig gondot jelent nagyon sok embernek, hogy egy egyszerű kérvényt megfogalmazzon, beadjon egy papírt, tehát egész innentől kezdve egész föl a képzésekig, amelyik nehogy Isten valamilyen szakképesítést ad, amelyikben ő tulajdonképpen már dolgozik, de nincs szakképesítése, akkor ott tudunk neki segíteni. Ez az egyik eleme? Ez az egyik elem. A másik elem, amelyik elbírálás alatt van, tehát szakmai bírálat alatt van, ez infrastruktúrális fejlesztés. Ez annyit jelent, hogy az Arany János utcában egy szociális bérlakást, amelyik nagyon le van lakva, felújítunk. A másik eleme pedig a Klapka utcai két szociális lakásnak, háznak inkább úgy mondanám, mert ott több lakás van, felújítása, amelyik lehetővé teszi azt, hogy egyrészt Barcsra bejövő látkép az javuljon lényegesen, tehát ne az a két lelakott, leromlott állagú épület legyen ott, hanem egy rendezett körülmények között az ott lakóknak akár kis kerteket, most is vannak, csak hát nem mindig művelük, ugye rendezett körülmények, kertet művelő, tehát egy olyan városrész, amelyik a bejövőt egy kicsit földobja, egy kicsit pozitív információkat ad neki, hogy ebben a városban azért az emberek még szociális körülmények között is ilyenekbe élnek. Én tudom, hogy ebben sok probléma van, de hát valahol el kell kezdenünk, így fogjuk elkezdeni. Ez, amelyik tulajdonképpen mind a kettő szakmai bírálat alatt van. Ugye, ami nagyon fontos pályázataink még ezen kívül, topos pályázataink, ugye, van a
Széchenyi gimnázium konyhájának a rekonstrukciója, amelyik ugyancsak pályázati belet adva, tehát el lesz készítve, és szakmai bírálat alatt van. Erre tulajdonképpen 216 milliót pályáztunk, nagy esélyünk van arra, hogy megnyerjük. Ugye a szociális központnál egy bővítést terveztünk, hiszen látni, hogy lebontottuk az épületet, amit az önkormányzat megvásárolt. Most pillanatnyilag parkolónak használjuk, hogy az ott dolgozók tudjanak parkolni, és kevesebb akadály legyen a főutcán, könnyebben lehessen közlekedni. Ne adj Isten, még a havat is el tudjuk tolni, és nem parkolókocsik közé tudjuk betolni. Tehát erre is beadtuk a pályázatot, erre is tulajdonképpen szakmai bírálat alatt van az információk az, hogy nagy valószínűséggel ezt a város meg fogja nyerni, nagy szükség van rá, nagyon sok az idős ember és nagyon sok a nappali ellátás is, amelyiknek a bővítését meg kellene csinálni, mert már zsúfoltság van, erre 147,5 milliót pályáztunk. Ugye most, hogyha nézzük ugye a kerékpáros utakat, ugye több kerékpáros hálózat fejlesztésére ugye adtunk be pályázatot ilyen 192 millió forintra. Ugye gyakorlatilag, ha a kerékpárutakról beszélünk, akkor két féléről beszélhetünk, a városon kívüli és a városon belüli kerékpárutak. A városon belüli kerékpárutak azok ugye benn vannak a városközpont, vagy zöldváros, vagy valahogy nevezzük ezt ennek a fejlesztési csomagjában, és ezen kívül két nem ehhez a pályázati rendszerhez, tehát nem a topos pályázatokhoz tartozó, vagy a topos pályázatokhoz tartozó pénzekből, hanem ipás pénzekből, vagyis a határon átnyúlóból szeretnénk megoldani. Ez a Barcs és a Drávaszentesi Bemutató Központ kerékpárút, amelyik tulajdonképpen meg van tervezve és be van adva, és a másik pedig a határtól egész Dráva Tamásig, tehát a drávai kerékpárút csatlakozásáig tulajdonképpen megépítésre kerülne, és így a hídtól egész a Dráván végig, tehát a Drávának ezen a szakaszán egész Baranyában végig meg lenne a kerékpárút, északfele pedig a Szentesi bemutatóközpontig, amelyik utána tovább bővíthető, akár Péterhida fele, a megépült Malom fele, vagy hát ilyen terveink vannak, amelyik ide vonzana olyan embereket, akik szeretnék eltölteni nyugodtan itt az idejüket, ehhez kell még a szálláshely, amelyikre pillanatnyilag nincs pályázatunk. Ugye ezek az aktív pihenési eszközök a belterületi kerékpárúttal, mert hogy említette, hogy itt a városon belül is terveznek ilyet, azzal mi a helyzet? Többször beszéltünk már róla, hogy főként itt a főútvonal kerékpárosait lehetne megnyugtatni egy külön útvonallal, amin kerékpárról lehet közlekedni. Ugye szeretnénk egy városrendezésen belül kerékpárutakat rendezni. Ezeknek részben meg voltak tervezve, amiket örököltünk, és már régen is a vezetőség, tehát a városképviselőtestület ezt tervezte. Most is tervezzük. Hát ennek több dimenziója van. Ez az, amikor azt mondtuk, hogy lehet, hogy hozzá kell nyúlni a fákhoz, de ameddig nem indul el, nem gyúlunk hozzá, csak visszavágjuk őket, mert ennek sok alternatívája van. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kell mindenképpen csinálnunk. Ezért lett volna jó, hogyha a útfejlesztést megnyerjük, és azért adjuk be az idén újra, hogy megnyerjük, mert azon a szakaszon már eleve ki tudtunk volna építeni a kerékpárutat. Úgy gondolom, hogy a belső kerékpáros közlekedésre igény van, ezért fejlesztenünk kell, és a baleset veszélyt a lehető legkisebbre csökkenteni ezen a belső szakaszon. Hogyha egy kicsit a pályázatokon túlmegyünk, akkor föltehetjük a kérdést, mert hogy mégiscsak a 2016-os évből indulunk ki, ezeknek a pályázatoknak a javarésze ott lett gyakorlatilag előkészítve. De milyen a város gazdálkodása? Az elmúlt években nagyon-nagyon sok dolgot elmondtunk már erről. Miként alakult a 2016-os év a reményekhez képest? Hát van még egy csomó pályázatunk. A 2016-os év a vártnál jobban alakult. Tehát a vártnál lényegesen jobbak a számok, hogyha megnézzük ezeket a számokat, talán az is látszik, hogy több mindent meg tudtunk csinálni saját forrásból, amihez ugye kellett az a fajta adóbevétel, amelyik itt realizálódott, és kellett az a fajta befizetési fegyelem, amit köszönjük szépen Barcs város vállalkozóinak, lakóinak, mert tényleg nagyon fegyelmezetten időre beérkeztek ezek a pénzek, és ezért tudtunk jobban gazdálkodni. Tehát a 16 évi eredetileg be, vagy a
előirányzathoz képest, amelyik a 15-höz képest már magasabb volt, tehát 361 millió 450 ezer forint volt, az lett 495 millió 338. Ez egy szép növekménynek mondható. Hát, igen, ez nagyon szép növekmény, de azért ezt azért kezelni kell, mert egyfajta túltöltés van, és van még az adóból vissza térítés, aki túlfizet, így van, aki ezt túlfizette, az vissza fogja igényelni, tehát valamivel ez csökkenni fog. Ez a most pillanatnyilag befolyt szám. Ugye, de tulajdonképpen, hogyha nézzük, építményadóból is befolyt a 40 millió helyett 51 millió, az idegenforgalmi adó, amely szépen emelkedett, aminek örülünk, tehát látszik, hogy a szállásadók azért kiadták, tehát igény van szálláshelyekre, ugye, mert ez általában ebből adódik. Ez volt a 450 ezer helyett 837, hangsúlyozom, nem az összeg nagysága fontos, hanem majdnem megduplázódott, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tényező. Az iparüzési adó, amelyik ugye 240 millió forintra volt tervezve az előző évihez képest, az 349 millió volt. Ez volt a forintálisan a legnagyobb növekedés, amelyik segített rajtunk. A kommunális adó is 51 millió forint helyett 61 millió 500 ezer folyt be. Terekadó ez nem különösebben, tehát majdnem maradt az előző. A tervezethez a 2 millió helyett 273 folyt be, ez nem egy tulajdonképpen nagy. A gépjárműadó, amelyiknél tudni kell, hogy nem a teljes adó mennyiség, csak az 50%-a, hogyha jól emlékszem. Egy része marad itt. Igen, egy része marad itt a városnál, ugye az a tervezett 25 millió, mert ezt jól lehetett tervezni, ez a 25 millió 36, tehát látszik, hogy a város jól odafigyelve tervezte meg az adóbevételt, mert amelyik tervezhető volt és nincs kitéve a piaci mozgásnak, ugye az azért teljesen tervezhető volt. Ugye pótlék, bérség, ezt nem is mondom, 3 millió terveztünk, 4 millió 476 fogy be, úgyhogy ezt is túl teljesítették, de ennek különösebben nem örülök. De mégiscsak azt mutatja, hogy maga a hivatal, maga a hatóságok odafigyelnek és próbálják betartani a jogszabályokat, egy picit növekedett, de azt is mutatja, hogy nem túl nagy szám, tehát a barcsiak jogkövető magatartást tanúsítottak. Gyakorlatilag ugye ezek az adóbevételek, ezek nagyon sok mindent képesek mutatni, mindig óvatosságra intenek egyébként, pontosan az iparűzési adó miatt, amelyből akár vissza is lehet igényelni, de hát ez mégiscsak egy olyan gazdálkodási tétel, amely az önerős beruházásokat, vagy pedig hasonlókat is segít megvalósítani. A tavalyi évben nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk már, és több cél tűzött ki a város, így például, hogyha az önerős fejlesztéseknél tartunk, akkor a hajóbeszerzés volt talán az egyik, amely a turisztika felé egy jelentős lépésnek mondható, legalábbis nagyon sokan ezt állították. Igen, hát év elején ugye a kalkulátszámokból indultunk ki, és úgy mertünk belevágni, hogy ez valószínű várhatóan finanszírozható saját költségből a hajót, tehát azt a vízi járművet, amelyiket tulajdonképpen elindítottuk, a Dráván a hajózást. Természetesen előtte megnéztük, hogy működik a Dráván a másik szolgáltatás végző hajózási vállalkozás. Beszéltünk velük, elhívtuk őket, és úgy döntöttünk, hogy egyfajta Drávát bemutató olyan kitörési pont lehet turizmusban, amelyikre szükség van, tehát alap művelet. Ezt is a mostani adóbevételekből látva már jól tervezte a testület, és ki tudta gazdálkodni. És köszönet az a barcsi embereknek, akik az adót ilyen rendesen fizették be. Így is volt hiányunk, ugye, amelyiket állami pénzből kellett megkérnünk, ez úgynevezett önhigi. Tehát, hogy az adóbevétel még mindig nem volt elég teljesen, és különböző egyéb kiadásokra, főleg nem támogatott részeknél még igényeltünk, úgyhogy amit kértünk, azt nem kaptuk meg, de 36 millió forintot így is, 36 millió 919 ezer forintot kaptunk az államtól segítségként. Ez egy komoly segítség volt nekünk, amelyikből rendezni tudtuk azokat a dolgokat, amelyik esetleg elvándorlásból, foglalkoztatás, hogy mondjam, foglalkoztatást, a munkát nem eléggé, nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem eléggé jutalmazó vagy megfizetendő dolgokból adódnak, tehát ezek a dolgok azért jók voltak. Gyakorlatilag itt egy kicsit visszatérve a tavalyi év nagy terveire, nagyon sok minden, így végigpörgettük mi is visszatekintés apropóján a képsorainkat, és ezért itt intézményfelújítások is voltak, ami például folytatódik, gondolok itt az óvodafelújítási programra.
Természetesen ugye azt nem hagytuk abba, van egyfajta olyan terv, amelyik hosszú távon csinálni kell és folytatni kell, mert nem megyünk vele semmire, hogyha egyik megvan, a másik meg nincs meg. Tehát itt van a topos pályázatokba beadott óvoda felújítás, ez a Deákó utcai óvodának a felújítása, amelyiket ugyancsak szakmai bírálat alatt van, tehát várhatóan pozitív döntés születik, és szeretnénk ezt az intézményt is olyan állapotba hozni, amelyik megfelel a többi intézményünknek, akár a Szent István utcai, akár a Tavasz utcai óvodának, ugye. Ezt mindjárt mondom az összeget, az óvoda és bölcsődére a kalkulát, tehát az előzetes tervek alapján 85.744.820 forintra adtuk be a pályázatot. Ugye ezt befogadták, szakmai bírálat alatt van, ez a pénz kellene ahhoz, hogy az megújuljon. Szigetelyen hangsúlyozom, ez még nem a bővítés, ez csak a mostani épület környékének, a közlekedésnek, az épületnek magának a felújítása, gazdaságossá tétele, az üzemeltetésnek a gazdaságossá tétele a cél, és hogy a gyerekek jobb körülmények közé kerüljenek. Tehát úgy gondolom, ez csak ez. Tehát az a későbbi, hogy ezt bővítenénk egy három csoporttal, az nincs képbe, mert a pályázatok nem engedik meg, csak a megszűnt helyet lehet épületet, infrastruktúrát kiépíteni, és ez ugye most pillanatnyilag mi így megszüntetni óvodát nem tudunk, hála Istennek, mert van annyi gyerek, hogy a Széchenyi közi óvoda is tele van gyerekkel. Hogyha már itt a gyerekeknél tartunk egy kicsit, akkor beszéljünk arról, hogy vannak olyan mutatók, amiből le lehet vonni némi következtetés. Természetesen ez nem túl sok, a népességre gondolok, és a gyerek létszámra. Hát az egyik, ami az önkormányzathoz tartozik, az nyilván a gyerek étkeztetés, de hát nem a globális gyerekétkeztetésről van szó, hanem például arról a szociális feladatról, amit az önkormányzat központi forrásból ellát. Volt erre igény, mert hogy a tavalyi volt az első olyan év, amikor lehetett a szünetekben is bármikor igényelni a gyermekétkeztetést? Úgy gondolom, hogy ez fontos cél, országosan is fontos cél, a gyerekek, ezen keresztül a családok támogatása, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. De hogyha a statisztikai adatot nézünk, ahogy szerkesztő azt, hogy mondta, hogy 2014-ben 1612 fő gyereket étkeztettünk, 2015-ben ez már csak... Ez a szociális étkeztetés keretében? Ez az étkezés, tehát szociális, tehát az étkezést igénybe vévők száma. Ugye 2015-ben 1538 főt, 2016-os évben, tehát a tavalyi évben 1389 fő gyerek étkezett. De érdekesek a számok is, ugye, mert ameddig a tényleges gyerekétkeztetési költségre ugye fordítottunk a 14-es évben a 612.612 főre 140.875.000 forintot, ugye, és a város nem adott hozzá semmit, nulla értéket, addig 2015-ben a lényegesen, tehát durván 100 fővel, nem egész 100 fővel kevesebb gyerekre már 159.914.000 forintot fordítottunk, és 21.384.000 forintot adott hozzá az önkormányzat. A 16-os évben ugye az 1389 étkezést igénybevevőkre már 158.828.000 forintot adtunk, és 16 milliót adott hozzá az önkormányzat. Úgyhogy emeltük a normatívát, tehát normatívát, a normát, ugye az étkezési normákat. Minőségű ételt kapnak például a gyerekek? Igen, igen, erre figyeltünk oda, ugye. És a másik dolog, hogy csökkentettük a kiadási költséget, tehát az üzemeltetési költséget. Ennek része az, hogy a Széchenyi, és ezt még tovább tudnánk csökkenteni, hogyha mondjuk a Széchenyi gimnázium konyháját föl tudnánk újítani, és annak a költségeit is lényegesen tudnánk csökkenteni. Tehát ez egy komplex, egymással összefüggő tervek, amelyik egyik a másik nélkül nem megy, de az jól látszik, hogy lényegesen kevesebb gyerekre szinte ugyanazt az összeget költöttük, úgyhogy az önkormányzatok már nem kellett annyit hozzáadni, mert valahol meg tudott spórolni ennyit. Kevesebb egyébként a rászoruló gyerek, ezt is tükrözi, vagy azért merész levonni ezt a következtetést itt a városban? Én úgy gondolom, hogy nagyon kettős a tér. Van rászoruló gyerek, amelyiken segíteni kell, és amelyiknek étkezést kell biztosítani, van rászoruló felnőtt is. Tehát az, hogy a közösségi házban ugye napi 300 adag kaját
bocsánat, ételt, ebédet lehet egytelen ételt lehet szétosztani. Ez valahol egy sajnálatos tény, és egy pozitív tény is, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és az a 300 család, aki erre rá van szorulva, az megkaphatja ezt ingyen tulajdonképpen, mert ezt azért nem kell fizetni. De a gyerekeknél is nagyon fontos, hogy azok, akik rá vannak szorulva, akik ugye is nem mondanám azt, hogy annyira drámai a helyzet, hogy itt reggelit nem kapnak, meg uzsonát, meg stb. Tehát akik mégiscsak rá vannak szorulva arra a közétkeztetésre, az mindenki megkapja. Természetesen vannak itt anomáliák, és nyugodtan lehet mondani azt, hogy a gyerekek meg kidobálják, mert amikor olyan étel van, ugye, és ezt kell nekünk összehozni, és ebből komoly problémák voltak. Amikor megnézi az ember az összegyűjtött ételmaradékot, akkor, hogyha abban mondjuk csirkecombokat lát, és nem egyet, hanem többet, ugye, akkor problémás. Tehát ezt kell összehozni, hogy olyan minőségét, és ezért fordítottunk rá több pénzt, olyan minőségét, ebédet kapjanak, amit meg is esznek, mert minden kidobott étel az tulajdonképpen kárba megy, mert nem mostékot szeretnék, és nem állatokat szeretnék izdalni rajta. Hanem hogy a gyerekek lakjanak jól. Nézzünk még egy statisztikai adatot, ami ugyan részint függ a várostól, és részint nem, ez a munkaügyi mutató például. Most ugye az évek során felelhetőek egyébként a statisztikák a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán is, és nagyon sok mindent le lehet belőle nyilván vonni. Nagyon sokan mondják azt, hogy hát most tényleg csökkent a munkanélküliség, én észre sem veszem, és így tovább, és így tovább. Mit mutatnak a számok ebből, mert nyilván figyelemmel kísérik ezeket? Igen. Ugye néhány dolgot figyelembe kell venni, mert ugye a munkanélküliség az most már Barcson, nem mondom, hogy hála Istennek csökken, ugye, de jelen van a munkanélküliség és jelen van a munkaerőhiány. A munkanélküliséget, ha megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy azok az emberek vannak általában munkanélkül, képzetlen, nincs lehetősége, és ezt szeretnék azok a pályázatokkal egy kicsit följebb vinni. Ugye úgy gondolom, hogy ezeknél van az, hogy amikor hallja az ember, hogy mert közmunkával foglalkoztatják. Azért fixáljuk le, hogy a közmunka az egy bér jellegű, munka után járó bér, amelyik nem szociális segély. Én örülök a közmunkának. Egyrészt a város működését lehetővé teszi, egyrészt olyan embereket, akit máshol nem lehet foglalkoztatni nagyon, azt tudjuk foglalkoztatni, tehát lekötjük egész nap, és ezen kívül nem szociális segélyt adunk, hanem bért. Nagyon fontos dolog, hogy az ember érezze, hogy ő rá szükség van, és neki el kell reggel 8-kor menni dolgozni, és bért kap. A másik az, amikor nem találunk munkás kezet, hogy úgy mondjam, és már mindenhonnan vidékről hozzuk be, természetesen egy körzetközpontnak ez a dolga, de mégiscsak azt mondom, hogy munkaerő hiány van Barcson, bizonyos szakmában pedig nagy. És hogyha azt nézzük, hogy a munkát keresők száma mennyire változott, akkor csak 2-3 adatot mondanák, ugye 2009-ben 1173 volt a munkát kereső statisztikai adat, ugye 13-ban már ez lement 735-re, és 2016-ban ugye 617 fő nyilvántartott álláskereső. Tehát azt mondom, az 1100-hol durván feleződött, hangsúlyozom durván, feleződött ez a munkát keresők száma, nyilvántartott álláskeresők száma. Úgy gondolom, ez nagyon nagy fejlődés, tehát érezhetően jobb a helyzet. Sőt, azért mondtam el az előbbit, hogy egyes szegmensekben kimondotta a jó helyzet. Például lakatos szakmában, esztergai szakmában már nem találunk annyi embert, képezni kell, ezért is van a iskolákkal való kapcsolattartás, és a vállalkozásokkal is, hogy helybe próbáljanak meg gyakorlati képzést adni az iskola meg elméletit. Ez egyfajta katalizátor szerepet ró az önkormányzatra, hogy ezek az egyeztetések meg is valósuljanak. Nyilván vannak erre szakmai fórumok is, de hát azért mégiscsak ráhatással kell bírni. Mennyire sikeresek ezek az egyeztetések, hiszen hogyha megnézzük, akkor ugye az iskolák jöttek-mentek, hogyha az üzemeltetőt mondjuk, hogy akkor, no, akkor ezt tartotta fönn, azt tartotta fönn, de hát mégiscsak itt vannak Barcson. Mennyire jó velük a kapcsolat ilyen szempontból, hogy akár a vállalkozások fordulhassanak oda, hogy milyen szakmát szeretnének javasolni? Én azt tudom mondani, hogy én látom, hogy az iskolákkal, az intézmények, képző intézményekkel, tehát jó a kapcsolat. Tehát nagyon jó.
mi egyfajta probléma gyűjtők vagyunk, ami a vállalkozásnál megjelenik, összegyűjtjük. Az iskolákkal a kapcsolat jó, azt meg továbbadjuk, és ebből lehet tervezni egy olyat, hogy mi a következő év, azután következő évnek az igényei. Természetesen az iskolák és a vállalkozások kapcsolata is jó. Vállalkozó egyesületből a Gáboréktól tudom, hogy ők is leadják azokat az adatokat, amikből az iskolák a következő 2-3 éves képzési tervét meg tudják valósítani. Természetesen sok összetevője van, amikor nem jön össze, amikor összejön, amikor nem itt kell képezni, hanem valahol máshol, mert hogyha van három szakma, egy szakmából a három embernek valamilyen igénye, az biztos, hogy nem Barcson csinálják. Egy biztos. Ezeknek az iskoláknak a létszáma, ez nem csökkenhet, mert Barcsnak az egyik fő feladata, hogy a képzőhelyek megmaradjanak, és itt tudjunk saját munkaerőt képezni, hogy az esetleges fejlődés, amely később bízom benne, hogy beindul, hiszen az adatok azt mutatják, azok ne vidékről importált munkaerővel, hanem helybe képzett emberekkel is tudjanak dolgozni, és az itt lévő családok lehetőleg minél többen maradjanak itt, és azt a gyökeret, amit régen itt meggyökereztek, azok maradjanak tovább. Nagyon sok mindenről beszélhetnék még, ugye itt az intézményfelújítástól elkezdve a tervekig, és azok között a sarokpontokról, ami megvalósult a tavalyi esztendőben, így például beszéltünk már a hajóbeszerzésről, a turisztikai infopont újraindításáról, a turizmus kezdetleges fellendítéséről, hiszen az első gyakorlatilag lépések megtörténtek, de még egy nagyon rövid dolog, az Európa-bajnokság ideje alatt volt itt egy szurkolói pont, hogy jött ez az egész ötlet. Hát, ugye, azért kérdezem, mert hozzánk például fordultak nézők, akik azt mondták, hogy ez tök jó volt. Idéztem. Igen, én úgy gondolom, hogy egyet tudok velük érteni, mert ezért is csináltuk. De ugye, ha megnézzük, egy időben sajnos olyan vélemények, olyan fanyargós vélemények jöttek ebbe a városba, hogy erre sincs igény, arra sincs igény, amara sincs igény. Ugye kiderült, hogy a színházra is van igény, minden színház tele van, minden előadás dugig van, és most már úgy néz ki, hogy az előadások száma kevés. Mert én most is azt mondom, hogy ebben a városban van olyan igény, hogy 11 ezer emberből 220-szal meg tudjuk tölteni azt a felújított, idézőjelben rendbetett színházteremnek nem nevezhető, de moziteremnek a régi nevét használva nevezhető helyet, amelyik be is bizonyosodott. Ugye az infópont is ebből indult ki, hogy gyakorlatilag egyfajta olyan sport, amelyik valamikor Barcson jól ment, amikor Barcson az úttörő csapat országos bajnokságot nyert a Mayer tanár úr idejében, ugye, amikor Erzér az én nálam idősebb korosztályok ott kint tolongtak az Esperessel az élen, a Barcsi Esperessel az élen, ugye, ha nem igaz, hogy ennek nincs közönsége, és azért úgy gondoltuk, hogy az Európa-bajnokságra idehozunk egy lett falat, mert mégiscsak más közösen szurkolni, közösen megélni azokat az élményeket, hogy valaki gólt lő, hogy valaki jól játszik, és ez be is jött. És ott közösen eltölteni azt az időt. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos pont volt. Ráadásul a város közösségét építette, hozta össze olyan szinten, hogy akkor volt már hónapig miről beszélni, mert te is ott ültél, én meg mögötted álltam, én meg ott kiabáltam. Tehát én úgy gondolom, hogy az a fajta örömforrás, amelyik ezt az egészet körülölelte, az egy nagyon fontos dolog, több kellene ebből. Hát érdemes lenne, hogy ne menjünk el szó nélkül egymás mellett, de hogyha már itt a szavaknál és a tájékozódásnál tartunk, rengeteg műsoridónk sajnos nincsen, tudom, hogy még sok mindenről lehetne beszélni, de lesz alkalom, hogy kérdezhetik a városvezetést a lakók, legalábbis úgy tudom, hogy az idei esztendő sem telik el városkörzeti találkozók nélkül. Itt mi lesz a téma? Igen, én úgy gondolom, hogy a városkörzeti találkozók fontosak. A testületnek, de elsősorban a polgármesternek kötelessége beszámolni a város előtt, hogy ebbe az évben mit végzett el, mi az, ami elmaradt, mi az, ami folyamatban van, és mi az, amit nem tudtunk megcsinálni, mert ezt a városlakóknak tudni kell, mert hogyha ha valami olyan kérdés van, még akkor is, hogyha tud róla, de mégiscsak a részletekre is kíváncsi, akkor ott el lehet mondani. Vagy nehogy Isten, olyan igények merülnek fel, amelyikre az ember nem gondol,
gondol, de abban a közösségben, abban a körzetben, abban a városrészben, vagy az egész városban megfogalmazódik, akkor ezt figyelembe kell venni, és úgy kell alakítani a következő évi tervezést. Én úgy gondolom, hogy meglesznek, ezt egy kicsit később tesszük meg, mert arra is rájöttünk, hogy ugye igaz, hogy ez a 2000, az előző év a 2016-os beszámolója, de mégiscsak szorosan kapcsolódik, és főleg ez az év mutatta meg, hogy a pályázatok miatt szorosan kapcsolódik a következő évhez, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a február végi, tehát január végi és február első hete körül tartjuk meg, az időpontot természetesen kiértesítjük rádióba, tévébe, és kiértesítjük az embereket is szórólapon, hogy hol, milyen helyen, ugyanúgy hat helyen tartjuk meg, és mindenki, akinek problémája van, szívesen látjuk, szívesen beszélünk, és ha tudjuk, akkor meg is valósítjuk az igényeket. Bízunk benne, hogy sikeresek lesznek majd ezek a találkozók, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy tájékoztattam a lakosságot. Jelentős változásokat hozott adózás szempontjából is a 2017-es év, amely egyrészt a lakosságot, a fogyasztókat és persze a munkáltatókat is érinti. Ezúttal az élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentéséről beszélgettünk dr. Iliásics Károly adószakértővel. Nem világos még mindenki előtt, mit jelent majd a gyakorlatban az egyes élelmiszerek áfájának 2017-es csökkentése. Ez az év elején mindenképpen olcsóbb vásárlást tesz lehetővé, de év közben az árak várhatóan visszakúsznak, pont a foglalkoztatást érintő bérrendezés miatt. Most a tojás és a baromfihús áfája csökken 5%-ra, a nyers tejé 18-ról 5%-ra, de ez nem vonatkozik a feldolgozott termékek árára. Tehát a túrói, tejfölé, sajtoké, az marad továbbra is az általános kulcs alatt, tehát csak a nyárs tejre, tehát hogyha valaki dobozos tejet vásárol, az továbbra is 27%-os áfával adózik, nem pedig 5%, csak a nyárs tejre vonatkozik ez a csökkentés. A tojásnál ugye ott nincs dolog, az 5%-os, az rendben van, a baromfihúsnál pedig csak a húsra vonatkozik, a belsőségekre, egyebekre nem. Ez talán a második ütemben, talán jövő 2018-tól talán ezeknek a termékeknek az ára is csökkenni fog. És nem vonatkozik a feldolgozott termékekre, tehát például a konzervekre sem. Kicsit zavarosnak tűnik, de ennél sokkal áttekinthetetlenebb az éttermi szolgáltatásokat és termékeket érintő változás, mert nem mindegy, hogy amit felszolgálnak, helyben készült-e, megrendeltük-e, kiszállították-e, vagy helyben fogyasztjuk-e, szolgáltatásnak vagy termékeladásnak számít-e. Ettől függ ugyanis, hogy 18 vagy 27%-os áfa terheli. Tehát, hogyha most valaki bemegy egy étterembe, és ott leül, és rendel étlapról valami ételt, akkor elvileg 18%-os áfatartalommal fogják neki kiállítani a számlát. Ha viszont ugyanezt az ételt ő telefonon megrendel és házhoz szállítják, akkor ez 27%-os áfával adózik. Ennek ellenére a közétkeztetés, az üzemi ellátás maradt 27%, a csökkentés csak az éttermi szolgáltatásokra terjed ki. Helyben fogyasztjuk, tehát a szolgáltatásként veszük igénybe, tehát ott nekünk azt egy pincér felszolgálja, kapunk hozzá esetleg még szalvétát is, vagy hideg vizet az asztalon, abban az esetben természetesen maga az étel, ennek az áfája az 18%-os lesz. Ugyanez vonatkozik a helyben készített, nem alkoholtartalmú italokra is, tehát hogyha valaki fölbontat egy kólát, egy üveges kólát, az 27%-os áfás. Hogyha kér egy limonádét, amit helyben készítenek el, citromból, meg egyéb dolgokból, ami a limonádéba kell, akkor az 18%-os áfával adózik. Ebből eredően eligazítani, vagy képbe hozni az étterem tulajdonosokat, vagy alkalmazottakat nehéz lesz. Ráadásul 2018-tól a rendszer tovább változik, mert a 18% lecsökken majd 5%-ra, igaz, belép majd egy 4%-os a teljes forgalom után fizetendő turisztikai hozzájárulás. Majd. Jövőre. Azonban, ha maradunk a jelenben, helyben fogyasztás ide vagy oda, az áfa csökkentés nem vonatkozik a gyors büfékre vagy pecsenyes sütőkre sem, hiába ott fogyasztják el az árut. Nincs pincér, esetleg asztal sem, csak könyöklő, és ez már nem éttermi szolgáltatás. A piactéri hurka kolbász áfája tehát marad 27%. No és természetesen a kedvező változások mellett életbe léptek, nem épp kedvezőek is a fogyasztás terén. A dohánytermékeknél 2018-ig el kell érni az uniós árakat,
ezért két nagy áremelés is várható, egy év elején és egy nyár körül, de közben a dohány termékekről lekerül az árat tartalmazó zárjegy, és a NAV által meghatározott euró árfolyamhoz igazított, akár hetente kétszer változó értéken kell majd őket árusítani. Az árakat pedig ki kell függeszteni, a függeszteléket pedig, mint az üzemanyagoknál vagy a valuta esetén folyamatosan frissíteni kell. A változás azonban várhatóan nem gyártótól függ majd, hanem mondjuk termékcsoportoktól. Ez azonban még csak latolgatás, most még a régi áras cigarettákat árusítják, talán még a régi munkabeosztással és régi bérrel. Megújul a Barcsi női kézilabda. Az egyesület teljes átszervezésen ment át az elmúlt hetekben, és új vezetőedző is érkezett a szatellit csapatához. A szigetvári tréner kérdésünkre elmondta, több helyütt dolgozott már, de a női csapatok sorában a Barcsi az első, amelyikkel foglalkozik. Új edző érkezett a Barcsi női kézilabda csapat élére. Kovácsevics István a múlt héten kapcsolódott be a csapat munkájába. Komlón kezdtem el a kézilabdát, 3 NB1-es és 3 NB1-b-s klubba játszottam, közel 500 mérkőzést, 99 óta vagyok edző, eddig csak férfi csapataim és utánpótlás fiú csapataim voltak, tehát ez az első alkalom, hogy női csapattal fogok foglalkozni. A barcsi kézilabdások nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis manapság már egyre kevesebb fiatalt lehet sportolásra bírni, így az utánpótlás megszervezése nem lesz könnyű feladat. Hát az a baj, hogy ebben a régióban, itt Szigetvár, Barcs, Nagykanizsa térségben egyre kevesebb a fiú és a lány vonalon a gyerek, aki kézilabdázik. Ezt kéne egy kicsit fölélénkíteni és színvonalasabbá tenni, hogy a foci mellett a kézilabda is szerepet játszasson, főleg az iskolákban. Olyan testnevelők és olyan elhivatott emberek kellenek, akik fölvállalják ezt, egyrészt az oktatásba, másrészt pedig olyan szponzorok kellenek, akik megteremtik hozzá a hátteret. Barcson jelen pillanatban is zajlik a kézilabda szakosztály átszerveződése. Ennek egyik lépcsőfoka volt az új edző érkezése, de más tekintetben is megújul a helyi egyesület. Hát hál' Isten, itt Barcson most olyan komoly emberek vállalták föl ezt a női kézilabda szponzorálását és felélesztését, akikre lehet számítani, ezért vállaltam el ezt a pozíciót, és ők úgy gondolják, hogy minél színvonalasabb és minél magasabb szintű kézilabdát csináljunk itt Barcson. Hogy mit is jelent ez pontosan, arról Sebeszta Gyulát, a Szatellit Sport Egyesület kézilabda szakosztályának vezetőjét kérdeztük. Azért vagyunk itt most jelenleg, mert újjá szerveződött a Barcsi Női Kézilabda Egyesület, és ennek egyik oszlopos tagja lettem én, aki most a szakosztályt vezetem. Nagyon komoly célokat tűztünk ki magunk elé. Nyilván először meg kell az egyesületet a személyében, létszámában erősíteni, majd utána olyan célunkban, hogy meg szeretnénk nyerni a megyei bajnokságot, de ez nem ebben a fordulóban, hanem a következő évben lesz, tehát 2017-18-as versenyidőszakban. Az utánpótlás hiánya jelenti jelenleg az egyik legégetőbb problémát, így az újjászerveződött egyesület a jövőben már a 8-9 éves korosztálytól kezdve jelentős hangsúlyt szeretne fektetni a kézilabda oktatására. Fontos szerep jut továbbá a bázisiskoláknak, így az egyesület arra törekszik majd a jövőben, hogy jó kapcsolatot építsen ki a helyi oktatási intézményekkel. A szakosztály vezetősége minden követ megmozgat a kitűzött célok elérésének érdekében. Leteszünk, mi már le is tettünk egy olyan középtávú fejlesztési tervet, amelyben nyilván fel van sorolva, hogy mi az a amit mi vállalunk, és annak milyen anyagi vonzata van. A szakosztály vezetője elmondta, hogy eddig minden támogatást megkaptak, ami szükséges az eredményes munkához és a közös célok eléréséhez, ami nem más, mint a helyi fiataloknak versenyzési lehetőséget biztosítani. Szombaton 32. alkalommal rendezték meg az Ezüst ősz elnevezésű teremlabdarúgó tornát, ahol a 35 év felettiek mérhetik össze tudásukat a Deák Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában.
Ismét labdarúgókkal telt meg a Deák Ferenc Általános Iskola sportcsarnoka a hétvégén, ám ezúttal az idősebb korosztályé volt a főszerep. Az ezüst ősznévre keresztelt teremlabdarúgó torna a nevében sem az évszakra utal, hanem a játékosok fejét díszítő őszhajszálakra. 32. alkalommal rendezzük meg az ezüst ősz teremlabdarúgó tornát, aminek az a lényege, hogy az idősebb korosztálynak is játék lehetőséget szeretnénk biztosítani, mint a példa bizonyítja, hogy igény van rá, és a 35 éven felülieknek szervezzük. És örülök annak, hogy ebben a korosztályban is, tehát a 35 fölöttiek, de itt jóval fölötte lévő játékosok is játszanak, és örülök annak, hogy új játékosok is vannak. A játékosok között volt olyan, aki alig haladta meg a 35 évet, a legidősebb versenyző viszont 1959-es születésű volt. Van nálunk is olyan, aki még aktívan üzi ezt a sportágat, van, aki már abba hagyta. Én is abba hagytam, mert csak játékvezetőként dolgozom, vagy sportolok, mondhatni így is, de még egyszer azt mondom, hogy nem korfüggő. Tehát tényleg bárki, akinek van ideje, affinitás, lehetősége, az jön és játszik. Mielőtt azt hinnénk, hogy a torna mérkőzései színvonalban elmaradnak a fiatalok versenyeitől, érdemes megfontolni azt a tényt, hogy az itt pályára lépő játékosok mennyivel több tapasztalattal rendelkeznek fiatalabb társaikhoz képest. Azért itt figyelnek egymásra a játékosok, bár a játék közben a szenvedély az megmarad, de összességében a rutin, illetve kevesebb vehemenciával játszanak, és talán a játékos rutin is kijön, tehát inkább a helyezkedés, inkább a labdatartás, az összjáték az domborodik ki. Az ezüst őszön résztvevő csapatok is jószerével baráti társaságokból szerveződtek, de Averman névvel egy munkahelyi gárda is a pályára lépett. Sajnos nagyon kevesen jelentkeztek erre a tornára, és úgy éreztem, hogy mivel nálunk sok olyan játékos van a cégen belül, akik azért szeretnek focizni, meg egy közösséget összekovácsoló erő is ez. Ezért nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy akkor elinduljuk ezen a tornán, bármi is lesz az eredménye, sérülés ne legyen, és mindenki érezze jól magát. A teljes és egészséges életnek szinte elengedhetetlen eleme a sport. A játékosok szerint a rendszeres mozgásnak nem lehet akadálya a mai rohanó világ. A cégen belül nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmódot, ennek a sport is része. Egészségügyi szűréseket szoktunk végezni az ANTS-szel közösen. Minden egyes betegséget próbálunk meg elkerülni, olyan tevékenységeket támogatunk, ami az egészséges életmódot előrébb hozza. A céges rendezvényeinken is előtérbe kerül a sport, szokott lenni labdarúgás is ebbe egy verseny, több csapat volt már, hogy 5 csapat is indult, és ezt a fajta életmódot szeretnénk mindenkivel a hosszabb, egészségesebb életért reklámozni. A rendkívül szoros versenyen végül a taktika csak a jobb gólkülönbségnek köszönhetően tudott nyerni. Természetesen serleget kapott a második Averman, a harmadik Kis Hullám és a negyedik Vidék csapata is. Külön díjat kapott Csortos Antal, mint a legeredményesebb játékos, Szalontai Balázs, legjobb kapus és az egyik legszebb gólt szerző Zeller Richard is. Továbbá a szervezők díjazták a legidősebb játékost is Kovács József személyében. Ennyi fért a heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Sok háztartásba került az önkormányzat szociális tüzelőjéből a rendkívüli hidegben, a városházán lehet igényelni a krízisfából a bajba jutottaknak. 130 elfagyás néhány nap alatt, alaposan megdolgoztatta a vízszolgáltató szakembereit is a rendkívüli hideg, és a sornak még nincs vége. Mit tegyünk, ha vékony jégre lépünk? A jégről mentést gyakorolták a barcsi tűzoltók, sajnos nem ok nélkül. Gazdálkodás, fejlesztések és az idei tervek az elmúlt esztendő tükrében Karvalics Ottó polgármestert kérdeztük. Kit érint az élelmiszerek és a vendéglátás áfájának csökkentése, no és mire figyeljünk? Az adószakértő válaszol. Megvan az új edző, lendületet vehet a barcsi kézilabda, a tervekről kérdeztük a trénert és a klubvezetést. 35 év felett is sokakat megmozgat a foci, az ezüst ősz idei győztese is jól taktikázott.
Számítunk ötleteikre és javaslataikra, mondom elérhetőségeinket, amelyet a képernyő alján is olvashatnak. Telefonszámunk és egyben SMS számunk 70-es 639 1027, de e-mailt is írhatnak nekünk az info@barcsmedia.hu elektronikus levélcímre. Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva is számítunk Önökre friss Barcsi krónikával. Viszontlátásra!